Szabad. Thank you.
Hölgyeim és uraim, néhány információt hadd mondjak el önöknek. Professzor asszony ezekben a percekben veszi át az épületben a sajtó képviselői jelenlétében a dolgozó szobáját, ezt követően pedig kijön majd ide az erkélyre. Amíg várakozunk, engedjék meg, hogy megosszak önökkel néhány érdekességet. Ez a hely kiemelkedő jelentőségű, hiszen ahol most a Nobel-díjas Karikó Katalint fogadja a Szegedi Tudományegyetem és a város közössége, ugyanitt üdvözölte Szentgyörgyi Albertet az Egyetem és Szeged, amikor 86 esztendővel ezelőtt, 1937. októberében Nobel-díjat kapott. Innen indult el 1937-ben Stockholmba, hogy átvegye a Nobel-díjat, és ide is tért vissza, ahol dolgozószobája és laboratóriuma volt. Az árkádok alatt gyakran sétált munkahelye a Domtér 8 szám felé Szentgyörgyi Albert. Így tett 50 évvel ezelőtt is, 1973. október 12-én, igen, október 12-én, amikor először jöhetett haza amerikai emigrációjából Magyarországra. Karikó Katalin, a szegedi JATE egykori hallgatója, itt, ezekben az épületekben tanult kémiát, és hallgatott előadást abban a nagy teremben, ahol egykor Szentgyörgyi Albert is oktatott. Ahogyan korábban már említettem, az épületben éppen ezekben a pillanatokban veszi át professzorasszony a dolgozószobáját, amelyről Szentgyörgyi Albert anno azt nyilatkozta. Egy olyan kutatóintézetnek, amilyen az enyém, szüksége van olyan atmoszférára, amelyben a fiatalság jól érzi magát. A fiatalságnak együtt kell dolgoznia és élnie a tanárral, és meg kell adni számára a lehetőséget, hogy vitatkozhasson. Diákjaim egyenlők mellettem. Velük együtt nem csak dolgozom, hanem együtt sportolok is, jelentette ki 1937-ben Szentgyörgyi Albert a rádió mikrofonja előtt. Kívánjuk, hogy Karikó Katalin professzorasszony érezze jól magát ebben az atmoszférában. Ez a dolgozószoba immár a magyarországi, a szegedi otthona. Hölgyeim és uraim, kérem, köszöntsék nagy tapssal dr. Karikó Katalint, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzorát! Kérem, hogy énekeljük el együtt a himnuszt. Most pedig tisztelettel felkérem dr. Karikó Katalin professzorasszonyt, hogy legyen kedves, köszöntse a közönséget, a lent lévő szegedieket. Kedves szegediek, hát elmondom, hogy egy hete vagy 8 napja történt, hogy
megtudtam azt, hogy én Nobel-díjat kapok, és hát az egyetemre behívtak, és ott volt egy sajtókonferencia, találkoztunk a egyetemen másokkal, és a kollégám elment, hogy ünnepeljék az ő csoportja. Én pedig hazamentem, mert nekem nincsen csoportom, ide kellett jönni, hogy veletek ünnepelhessek. Hát én itt Szegeden 1972-ben jártam először, és akkor, mint egyetemi előkészítőre jöttem, és csodálatos volt ez a város, egyből ide jelentkeztem egyetemre. Szerencsére föl is vettek, és ezért 5 évig itt tanultam, 1973-ban kezdtem. Igen, 78-ban befejeztem, és hát a városhoz a legszebb emlékeim fűződnek, mert itt találkoztam, hát itt tanultam, és a társaimmal együtt ide jártam ezekbe az épületekbe itt sorban, és hát itt találkoztam a férjemmel a textilgyáraknak a ebédlőjében, ott volt a biológus buli, és ott... A férjem, aki a Déri Miksába járt. Aztán a kábelgyárban dolgozott. És itt született a lányunk. Itt férhez mentünk, és utána itt született a lányunk, és járt a Tarján-telepi óvodába. És hát... és... Hát nagyon, nagyon boldogok voltunk itt, és hát ide rendszeresen visszajártunk. Már megmondom, hogy amikor a felvételire jöttem 1973-ban, akkor elmentem a hági étterembe, a patánfák alatt megettem egy hideg tejfeles megylevest, és megígértem, ha engem fölvesznek, én minden évben ide visszajövök egy hideg tejfeles megylevesért. És szóval minden a férjemmel először mentünk a Szabadságmoziban, és nem tudom, hogy hívják, de ott van a Széchenyi tér sarkán, és hát minden város minden részét bejártuk, és nagy szeretettel emlékezünk vissza, amikor visszajövünk. Hát a szívünk az itt is maradt egy kicsit, és hát ha megnézitek a Szerelmes Földrajz filmet, számomra Kisújszállás és Szeged volt az a két város, amihez a szívem húz, ami az életemben annyira fontos volt, hiszen itt történtek a életemben ilyen fontos dolgok, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy itt velem örültök. Hát a Drew Weissman kollégámon biztos, hogy nem fogadta ekkora közönség. Amikor egy-egy díjat megkaptam utána, megnéztem, hogy kik kapták meg előttem, és napokig csak nem hiszem el, hihetek. Így hajladoztam, mert mindig rájöttem, hogy én is megkapom, és hát megmondom, hogy most az autóba se kaptam levegőt, csak néztem jobbra-balra, hogy ennyien eljöttetek, és ennyire örültök, és hát majd visszajövök a éremmel is, csak megmutatom. Most eddig még csak ígérték, hogy adják, de majd... Remélem ide is örül, és hát még egyszer nagyon köszönöm. Hát nagyon örömömre szolgál az is, hogy 50 éve éppen itt volt Szent Györgyi Albert, és hát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy orvosi Nobel-díjat nyert, és hát hihetetlen én is.
Köszönjük szépen, professzor asszony! Hölgyeim és uraim, kedves ünneplő közönség! Hallgassuk meg közösen Karikó Katalin egyik legkedvesebb dalát, Zorán és Dusán Gyémánt és Arany című szerzeményét, majd ezután szeretettel invitáljuk Önöket közös ünneplésre itt a Dom téren egy vidám utcabárra, nosztalgikus dallamokkal, nosztalgia zenével. Kérem szépen, hogy aki teheti, mobiltelefonja fényével tegye még hangulatosabbá és emlékezetesebbé az eseményt, és mindenkinek nagyon szép estét kívánok! Cél előtt tűnik úgy most fogytán van erőd, s te mégis tovább mész. Lehet égbe nyúló csúcs, ami hív, néha oly magasra vágyik a szív. Sűrű útvesztőbe érsz, de a csúcsra gondolsz, és csapdáitól többé már nem félsz, mert te is félre vágysz, mint minden, ami él. De mikor célhoz érsz, és boldog lehetnél, már is új tervre gondolsz, már is új útra indulsz, és az életben él. Ez a szép. Oly sok ember merész álmokat sző, de a siker árát sok hallja ő, és csak arra vár, hogy majd arra jár a fortuna, de kár ebben bízni, mert a gyémánt és arany fénye szép, de tiéd ez a fény, akkor lehet csak, ha érte a mélybe lemész, érte mész, hát indulj és hozd fel onnan, fénye kárpótol majd minden nehéz percért, nem csak gyémánt és arany lehet szép, téged tán egész más után hajszol most a vágy, indulj hát, itt el nem lesz nehéz, az út, mit végig jársz, a gond.